Aranyhangok, válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. Aranyhangok. Köszöntöm a hallgatókat, Maksai Magdolna vagyok. Ma egy nagyon régi aranyszalagtári felvételt fogunk meghallgatni. 1955-ös hangszalag került a kezembe. A műsor címe Írók a mikrofon előtt. Szerkesztette Muzsnai Magda. Mielőtt visszaugranánk az időben, hadd szóljak néhány szót arról az íróról, akihez ellátogattak egykori kollégáim. Szemlér Ferenc költő, író, műfordító, kritikusról van szó, aki 1906-ban született Székelyudvarhelyen, és 1978-ban hunyt el Bukarestben. 1923-tól jelentek meg első versei, írásai, a marosvécsi Helikon írói közé tartozott. 1938-ban megalapította az Erdélyi Enciklopédia kiadót. 1944 és 1946 között Brassóban szerkesztette a Magyar Népi Szövetség Népi Egység című napilapját. 1953-tól az Igaz Szó szerkesztője volt. 1956-tól végleg Bukarestbe költözött. Vezető szerepe volt a romániai magyar irodalomban, egy ideig az Írószövetség titkára volt, az Utunk és a Művelődés szerkesztőbizottsági tagja. Természetes közegének érezte a kisebbségi sorsot, s műveiben is ennek az érzésnek adott hangot. Számos műfajban alkotott, versek, regények, színművek, memoár, esszék maradtak utána. Művei változó színvonalúak. Most pedig induljon az 1955-ben készült hangfelvétel a telefonnál, azaz a mikrofonnál, Muzsnai Magda. Halló? 3888? Szemér elvtárssal szeretnénk beszélni. Itt a kolozsvári stúdió egyik munkatársa. Ha nem zavarjuk munkájában, meglátogatnánk most a délelőtti órákban Szemlér elvtársat. Rendben van? Akkor egy fél óra múlva ott vagyunk a lakásán. Ez a telefonbeszélgetés néhány nappal ezelőtt zajlott le Sztálin város állomásának telefonfülkéjében. És nem sokára a sűrű hóesésben kaptattunk felfele a Major Kránta Meredek utcáján. Szemlér elvtársa dolgozó szobájában találtuk. Rengeteg könyv, magyar és román klasszikusok, a világirodalom haladó alkotásai, hazai irodalmunk legújabb termékei, magyar és román folyóiratok nagy halmaza. Ez volt, ami legelőször szemünkbe ötlött a barátságos szobában. Irodalmunk fejlődésével lépést tartó, és azt írásával és egész tevékenységével elősegítő költőt igazolt az egész környezet. Beszélgetni kezdtünk a rokon szenves költővel. Mi is lehetett volna első kérdésünk, mint az, hogy mind dolgozik most Szemlér elvtárs? Hogy mind dolgozom? Hát... Én leginkább verseket írok mostanában. Elég sokat. Nem annyit azonban, amennyit szeretnék, és nem olyanokat, mint amilyeneket szeretnék. Erről a kritikusok azonban többet beszélhetnének. A költő íróasztalára tévedt tekintetünk. Néhány fehér lapon friss írás. Valószínűleg új versei. Vajon nem olvasná fel néhányat belőle nekünk, Szemlér elvtárs? Szívesen. A Lenin évfordulóra írtam egy verset. Szerettem volna kifejezni benne mindazt, amit Lenin iránt érzek. Ez volna az első vers, amit felolvasnék. Az empiriokriticizmus első oldalára. Sok évtizednyi múlt, amit az emlék most is visszahoz. Gyermek vagyok, s nyugtalanít, hogy mi a jó, hogy mi a rossz. És keresek, és kérdezek, de nem vetek mást, csak vakot. Már régen nem vagyok gyerek, s a titok egyre még titok. Ezért járkáltam szakadék sík martján, nyaktörő kövön, hogy végül le nem zuhanék, bizony csak neki köszönöm. Képekben szólok, de hiszen az értelem nyilvánvaló,
Ő tanította meg nekem, hogy mi a rossz, hogy mi a jó. Sokszor elnézem homlokát, s a szája is oly ismerős, mert ugye ő a jó barát, aki jártomban megelőz. Ha szólok hozzá, a szava olyan világosan felel, hogy nem tévedhetek soha, amikor választani kell. Szeretem és tisztelem őt, mint ahogy az neki kijár. Fáj is, hogy nem állt már előbb sorsom fordulatainál. De mégiscsak vidám vagyok, mert megtanultam tőle még, hogy is követhessem a jót és a munkásosztály ügyét. Nem vagyunk kritikusok, de nekünk a vers tetszett. Aranyhangok. Válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. Van-e még valamilyen verse, amit felolvasna nekünk? A mezőgazdasági élmunkások bukaresti tanácskozása inspirált két vers írására. Ezt a kettőt olvasnám föl. Kíváncsi vagyok, hogy hát sikerült-e visszaadnom azokat a gondolatokat, amelyeket ez a értekezlet keltett bennem. Szóval a vers címe az, hogy a Krizbai határban. Krizbai határban sétálgatunk hárman, kövér felhők alatt, tapadozó sárban. A nagykőhavasra hódara ömöl még, de a mező mégis jelenti már zöldjét. Milyen szép a határ ilyenkor tavasszal, mint egy terítetlen ebédelő asztal, melyre nem sokára sejem abroszt vetnek az egész családnak, kedves vendégeknek. Ez itt török búza, az ott a pityóka, mondogatják nekem már egy idő óta, de a gondolatom messze röpül innen. Mikor jártam erre? Bizony, 45-ben. Kiégett harckocsi állott a dombháton, keresztes viper a testét, ma is látom. Körül kukorica, pityóka, szedetlen, ahogy a menekvők odahagyták septen. Nem, nem, forduljon csak gondolatom vissza. Kedvesebb is, szebb is ez a mai Krizba, ez a sejem pihe, ahogy a barázda ölén a közelgő jó időt vigyázza. S figyelem is, amint büszkén mutogatják, itt szedett rab Jóska 100 mázsa pityókát. Az te, 210-et írt volt az előre. Meg is ismételjük mi majd esztendőre. Én is büszke vagyok. Magam is kívánom, legyen akár 400 az 1 fél hektáron. De azért, rab József, valamit én mondok, ne feledd el soha a keresztes tankot. Hogyan is felednéd? Tudom én azt, érzem, ott van az bevésve az ország szívében, s tiédben is, itt a Krizbai határban, ahol a pityókád megnézni ma jártam. Ez volt az első. Aranyhangok. Válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. A második versnek egészen közönséges címe van, szinte prózai címe. Úgy szól, hogy Poliszka. Édesanyám nagyon szerette, s mikor asztalra tette este kedves fiatal nevetéssel, cérnával vágta, sose késsel. Apám, a dunántúli fajta, úgy el tudott tréfálni rajta, s úgy élvezte, mint senki köztünk, ha töltött káposztához főztünk. A háborúban hányszor ettem hidegen, keserű hidegben, s mégis olyan volt, mint a tiszta, sárgán folyó méz, a puliszka. S te is előmbe teszed mostan, e bátor és vidám napokban, mint forró, sárga, puha kincset, s meg is kérded, hogy ugye nincs szebb? Hát nincs, mert eszembe jut menten anyám, apám, szerelmünk, minden, a múlt és jövendő kinyílik, pedig ez talán nem is illik. Írjon a költő verset másról, s ne puliszka főző szokásról. De egyre ilyen faragatlan dolgokra moccan most a tollam.
Tán mert az újságcikke szintén kukoricáról beszél, mint én, s ő mondja, hogy jó enni, vetni, így hát nem kell rajtam nevetni. Mit más négyzetes ültetéssel, én próbálom betüvetéssel. Hát, ha belőle is csak támad, több török búza a hazának. Aranyhangok, válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. Sőt, van még egy harmadik vers is. Az a címe, hogy Kertészeti tanács. Ez a dió ültetésről, sőt, dió verésről, dió szedésről szól. A vers a következő. Tűnik a hó, a sáncok telnek, és egyre hosszabb már a nap. Ocsúdó ágakat emelget egy vén dió a mart alatt. Talán zöldelni készülődik ága hegyén a lomb, a rügy, s azért készíti már erőit gyökértől csúcsig mindenütt. Pedig az ősszel úgy leverték, hogy nem maradt egy csonkja épp. Érzi majd valamennyi sejt még a karók barbár ütlegét. Hiába mondja könyv, tudós szó, nagy hiba verni a diót. Csépelték, míg az ütleg osztó karja is belezsibbadott. Apró fickók követ dobáltak lombja közé napokon át. Vésőt is vetett derekának egyszer egy galád kisdiák, s a sérülést be sem kötötték, magától forrt be, ott a heg, s most mégis mintha készülődnék, s így nőni készen, szinte szebb. Ne verjük hát karóval, bottal, hiszen minket csak erre kért. Azon van, hogy tele marokkal ad ősszel termést ő ezért, s dióját, melynek csont a héja, de ízes és kövér bele, megsokasítja, szerte szórja, hadd lakjék jól a nép vele. Nos, rügyezz, lombozz csak diófa, nevelgest sok gyümölcsödet, hát ha tanultunk mi azóta, hogyan kell bánni már veled. Gyönyörű zöld palástod, öltsd fel, heges törzsed akármi vén, és háláld is meg több gyümölcsel, kímélő gondunk az idén. Aranyhangok, válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. Kár, hogy ezeknek a szép mezőgazdasági témájú verseknek a hatására nem süt ki a nap. Kár bizony. Mondja, van még egy kis idejük? Hogyne volna. Akkor felolvasnék még két verset. Az elsőnek az a címe, hogy Piros szegfük. A virágtartóban ébrednek a szegfük, ahogy a nap reggel keresztül süt köztük. Lappangó parazsuk fújja magas lángra, s szinte csóvát hajít dolgozó szobámba. Piros fényük ömlik a fehér papírra, mintha tollam helyett szép piros színt írna, hogy ki elolvassa, minden kis erével érezze, hogyan fut benne a vér széllyel. Éltem már eleget, s virágot is láttam, de ilyen meleget nem sütött korábban. Fiatal is voltam, de szívemet mégse gyújtotta így könnyen szirmok remegése. Nem is gyújthatta, mert az a világ más volt. A szíven, a szemen fekete varázs volt. Miatta beszédem nem volt soha boldog. Jó vagy, mai világ, hogy róla leoldod. Felém közeleghet immár öreg estém. Minden virágomon csillog a vörös fény. Tüzelnek a rózsák, gyújtanak a szegfük, ahogy reggel a nap keresztül süt köztük. Aranyhangok, válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárából. A második versnek a címe Két sor jegenye.
Ez itt Sztálinváros, az ottan Derestye. Köztük a nagy útat ugye ismerette. Hogy is ne ismernék, akik egyszer látták nyílegyenes testét, hosszú, kemény hátát. Az aszfalt borítást, mely a napban itt-ott akár a déli báb csalfa vize csillog, délre a hegyeket, szemben háromszéket, szép ez mind írva így, valóságban még szebb. S a Marton a szálas két jegenye sorban, milyen suhogás kél nagy szél, amikor van, hogyan leng a sok-sok ezüst levelecske, hogy üde zászlóját fennel lebegtesse. Talán ez a legszebb, ez a két sor nagy fa, árnyban, nyugalomban fut az út alatta. Felhőszál, madárszál, nap is süt felette. Sokszor gondolkodom, vajon ki ültette? De nincs neve annak, aki egyszer rég itt fogantatta messze növő jegenyéjét, s rakta meg a sáncot, nem maga telt gonddal, majdan kemény törzsel, talán nyíló lombbal. Mikor arra járok, mindig is szeretnék hazahozni onnét egy-egy levelecskét, hogy itt az asztalon hadd emlékeztessen. Költő magának mást ne kívánjon egy sem. Két sor jegenyefa a versem, ha lenne, köztük egyenes út a jövőbe menne. Nézné millió szem suhogó lágy lombját, és ki ültette, annak nevét ne is mondják. Nem üzenne valamit a rádió hallgatóinak? Szívesen üzennek. Mindig is nyugtalanít az a kérdés, hogy vajon mit szólnak a rádióhallgatók a vershez. Ha az ember közvetlenül olvassa hallgatóknak, akkor látja a hatást. Így nem. És én nagyon szeretném, hogyha azok, akik hallgatták, megírnák a rádiónak a véleményüket arról, amit hallottak. Ezt üzenném nekik. Szemlér Ferenc költő, író, műfordító, kritikus beszélt 1955-ben készült hangfelvételről. Aranyhangok. Válogatás a Kolozsvári Rádió aranyszalaptárából. Az elhangzott beszélgetésben többször is említették Sztálinvárost. Ez esetben Brassóra gondoltak, amely 1950 és 1960 között viselte ezt a nevet. Európában 6 település viselte hosszabb, rövidebb ideig a Sztálinváros nevet. Brassó azonban rendhagyó volt. Nem zöldmezős beruházásként épült új város, mint kelet-német vagy magyar névrokona, és nem volt a várnai hajógyárhoz mérhető nehézipara sem. Nem volt Katowicéhoz hasonlítható bányaipara, sőt a legközelebbi nagyobb bányavidékek 50-100 vagy ennél is több kilométerre estek Brassótól. Ennek ellenére Brassót 10 éven keresztül Sztálinvárosnak hívták. Oh!
Kedves hallgatóink, mai időutazásunk itt véget ér. Bács Mária nevében is köszönöm figyelmüket, további szép vasárnapot, jó rádiózást kívánok. Magsai Magdolna vagyok, viszont hallásra.